A jövőben szeretnénk még több, még jobb, még változatosabb műsorokat készíteni nektek. Ahhoz, hogy ez sikerüljön és alkotói szabadságunkat megőrizzük, szükségünk van a segítségetekre. Ha a reklám nélkül és extra tartalmainkért cserébe úgy döntenél, hogy egy kicsivel is, de beszállsz a finanszírozásunkba, vagy hozzájárulnál karitatív tevékenységünk sikereihez, a videó alatti linkek valamelyikén egy a Youtube-tól független platformon megteheted. Köszönjük! Hát nyali hú, üdvözlete mindenkinek áldassék, a Gyümölcsi Nosvágy Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltime YouTube csatorna. Mindenek előtt szeretném megköszönni, hogy itt vagytok, és hogy ennyien vagytok, és hogy látom azt egyébként, hogyha, hogy, ha, ha így kérem tőletek, hogy felhívom rá a figyelmeteket, akkor ez tökre működik, úgyhogy a továbbiakban is föl fogom hívni a figyelmeteket még itt a videó elején, hogy ha én egy picikit is tetszik az neked, amiről itt pofázok, akkor nyom már rá a feliratkozás gombra, meg ott van az értesítés, hogy összesen kiküldi a YouTube, és akkor láthatod, és ez az azért fontos, mert akkor rögtön első kézből értesülsz róla, hogyha pofázok. Neked csak egy kattintás, nekem ez tök jól esik. egyébként milyen jól mutat, nem egy kiajánlóba, hogyha a szponzort akarom magunknak szerezni, hogy hány feliratkozónk van. Viccet félretéve egyébként... ezért mi pénzt nem kapunk, de ettől függetlenül szeretem, tetszik a visszajelzés. Meg nyugodtan lájkold a videót, ha tetszik, vagy dislike ha nem tetszik, szóljál hozzá társai. Itt már az a, a, bejátszóba itt hallhattad az elején, hogy egy kicsit változott a támogatási rendszerünk, mert hogy a YouTube olyan szinten megsarcol minket, hogy közel a felét ö, leveszi azoknak a pénzeknek, amivel ti támogatni szeretnétek, akár a műsorinkat, akár a karitatív tevékenységünket. Úgyhogy, ha gondolod, akkor valamelyik linken itt a videó alatt, akkor támogass, ha csak egy szelet csoki az is nagyon cuki, annak is nagyon örülünk. A, a, Patreon oldalon pedig ott mindenféle van, ott meg el tudod olvasni, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk érte, és, 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 és csináljuk cserébenek. A jó kis új műsorainkat. Illetve hát a másik fontos, hogy új év, új élet, lefogyunk, mindenféle ilyen eskük, meg akár. Hát mi eddig a, a fogadalmakból addig jutottunk el, hogy új kollekció van a mottódon, és ha nem sikerült lefogyni, akkor vannak egész jó kis pólóink, pulcseink, amik, hát hogy is mondjam, fedik némileg a valóságot, úgyhogy gondoltuk az olyan testalkató emberekre is, mint én vagyok, de nyugi, hogyha SS a méreted, akkor is, akkor is, akkor is tudsz, na, ott válogatni. Úgyhogy, hogyha gondolod, kattintsál oda, aztán mennyi vásárolj el a motódon. Na, kezdjünk bele a témába, mert hogy hát, nem gondoltam volna, amikor elkezdek videózni, hogy hogy, hogy, hogy ilyen témáról Fogok egyáltalán bármikor is videót csinálni. Tőlem eléggé távol áll, azért valljuk be, hogy mondjam nektek. Nem kelti fel feltétlenül az érdeklődésemet az emlőkről, a női mellekről, a csecsekről, tőgyekről, hogy szokták még hívni hetero férfitársaim, segítsetek. Szóval hogy, szóval, hogy a dudákról lesz szó itt, de nem úgy, ahogy te gondolnád. Úgyhogy, de most huncut módon azért kapcsoltál ide, hogy majd itt csöcsöket láthatsz, hát figyelj, maximum az enyémmel kell beérned. Bár hozzáteszem, hogy azért sok nőjét megszégyeníti ez a 120 és melbőség. Na, Hát mi is a mell? Az emlő vagy mell az emlősökre jellemző pároszerv, melyben külső elválasztású mirigyszövet helyezkedik el nőstényeknél, zárójelben őknél, tejet választ ki az utódok táplálásának céljából. Viszont amiért készült ez a videó, az pedig már nagyon régóta ért bennem, és már nagyon régóta screenshotolgatom ezeket a, a, a cikkeket, meg így írtam föl videó ötletnek, az az, hogy vannak olyan... Ö, énekeseink, színésznőink, ö, ö, különböző művészeink, vagy csak sima celebritásaink, akik, akiknek konkrétan már hungarikum lett a csöcse. És, és felfigyeltem arra, hogy talán egyébként a, a, az egyik ilyen nagy ágyú ebből a szempontból, ő a Tolvai René énekesnő. Oldalról, felülről, alulról, közelről, távolról már mindenhogy megírták. Annyi cikk van tolvajreni reni melléről, hogy szerintem, hogyha egy Reni mellét és a koronavírust egy ö, mérlegre tesszük, akkor, akkor, hát nem tudom, hogy merre billenne el. De ott van egyébként az Opitz Barbie, akinek egyébként nagyon fura az esete, hiszen ameddig ő nem töltötte a 18. életévét, addig egész ízlésesen nem írtak az újságok a csecsekről. Na, onnantól kezdve, hogy ő betöltött a 18. életévét, attól kezdve folyamatosan. És a harmadik ilyen, akit még mindig nagyon szoktam nézni, az pedig a Köllő Babett. Köllő Babett bárhol megjelenik, akkor először van cikk a melléről, majd a Köllő babetről. Mi is ezzel a baj? Van-e egyáltalán ezzel baj? Első körben gondolom ezek a cikkek férfiaknak készülnek. Uh, nyilván nem én vagyok a célközönség, és uh, nem is a nők. Ettől függetlenül engem nagyon érdekel, hogy, hogy milyennek a varázsa. neve elhallgatását kérő újságíró ismerősömtől megkérdeztem, hogy milyen elérései vannak ezeknek a cikkeknek, és azt mondja, hogy általánosan másfél szerese a normálnak, vagy kétszerese. Tehát nyilván, javarészt ugye férfi felhasználók körében. Uh, nem akarok álszent nem áll tőlem távol a bulván szeretem nézni és valamelyest készíteni, és ezért próbálok balanszot tartani, hogy bulvár és tartalom valahogy kutyulódjon, de ettől függetlenül persze, tehát majd a szívedre ez egy jó magyar módjára, azért szeretünk csámcsogni mások életén, nem? Hát milyen jó már. És félreértés ne essék, nem azért emelek most szót ez ellen, mert hogy én meleg vagyok, és engem nem érdekelnek a csöcsök, mert hát Tudom, hogy van, akit igen. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy pont ez a három hölgy, akiről beszéltem, ebből a három hölgyből kettőt személyesen is ismerek, a Renit és a Babettot, és kifejezetten egyébként kedvelem is őket. A Barbival meg úgy vagyok, hogy hát jó van, ő koronavírusra üzét, hidrogénperoxidot iszik, de hát figyelj, mindenkinek megvannak a, a, a különböző kis dolgai, visel dolgai, hát ki vagyok én, hogy párcát törjek felette. De ettől függetlenül mégis azt gondolom, hogy pont három olyan emberről beszélünk, akiről nagyon sok minden más le lehetne írni, azon kívül, hogy nekik vannak csöcseik. És egyébként nagyok. És egyébként hordanak mélyen ruhákat. Na Én azt gondolom, hogy azért, mert te mondjuk mélyen ruhát kiteszel a közösséggel, és most mondhatod, hogy jaj, de maguknak csinálják meg, hát ha nem tennék ki, nem írnának róla. De szerintem ne innen közelítsük már meg, tudod? Tehát, hogy, hogy nem feltétlenül, tehát, hogy ez... Um de ez nem, egy, ez nem egy olyan dolog, hogy tehát a nő, nőknek általában van mellük, igen. Van akinek nagyobb a melle, igen, van akinek szép a melle, van akinek megcsinálhatott a mellé. Igen, ez kiteszi. Szerintem is egyébként egy, egy mélyen dekortált ruha, még számomra is sokszal, so, sokkal ö, ö, exkluzívabb, sokkal ö, ö, kívánatosabb, sokkal gusztusosabb, sokkal ö, szebb, és, és esztétikusabb, mint, 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 a, mit tudom én, a Garbo, vagy a, vagy a, vagy a Merkel izé zakó. Tehát, hogy de az, hogy ennyire durván legyenek tárgyasítva a nők, szerintem az nem egy jó irány. És, 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 mondom, hogy ebben a három hölgynek az esetében vannak más dolgok például, mint a csecsek. Tehát, hogy ott van a Tolvai René, aki szerintem Magyarországon az egyik legjellegzetesebb hangú énekesnő. Én kifejezetten szeretem is, ahogy énekel, és bárhol a világon azt gondolom, hogy megállná a helyét. Szól a rádióba egy dal, és hogyha azt a René énekli, akkor ezt te tudod. Tehát, hogy az, 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 az Esetleg azon gondolkodhatsz el, hogy basszus, ez most egy külföldi előadó, vagy a tolvajreni. Tehát, hogy, hogy mert egyébként a zenét is úgy olyan vonalat visz, ami tök egyedi nem feltétlenül mainstream, de, de ő a minőséget választotta. Vagy ott van, ugye például megnyerte a Megasztárt, abban az időben nyerte meg a Megasztárt, amikor még a Megasztár dicsőség volt megnyerni, vagy egy tehetségkutató tényleg dicsőség volt megnyerni. Vagy például csodálatosan sminkel, elképesztően autodidakta módon tanult meg a lány sminkelni, mink sminkmestereket megszégyenítő módon. És, és mondom, tehát, hogy ezen kívül, és persze, hát kitesz szexi fotókat, de ez nem azt jelenti, tudod, hogy rögtön izét kell belőle csinálni húst, és akkor kitenni. Tudom, persze ez van, nem olyan, mint a Playboy, meg, 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 meg ezt még, hogyha rákattintasz az asszony, esetleg, a, hogyha azt látja, hogy blik van a tetején az oldalnak, nem a pornhába, akkor nem basz hátba egy palacsintasütővel, de hogy ö, ettől függetlenül ezek a cikkek azért születnek meg, mert fogyasszák őket. Akkor ott van a babet például. A babet egy kiváló színésznő. Nem is gondolnád, de a babet nagyon-nagyon jól énekelt. Tényleg elképesztően, és olyan humora van a csajnak, tehát, hogyha így face to face face-to-face nem, face to face, igen. Szóval, hogyha így, így beszélgetsz vele, akkor elképesztő egyébként egy tök okos csaj. Tehát, hogy például a Babetnek rengeteg mindent lehetne. A Babet is rengeteg le, a színpadi munkáiról például vagy. Tehát ezekről lehetne élni, de nem. Babetnek a, 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 a csöcs, a, a Babetnek a segg, Babetnek a villantás. És sokszor egyébként olyan cikkek jönnek le, hogy hatalmasat villantott körlőbabet, és kiderült, hogy nem is villantott, hanem hogy egy ugyanolyan színű, rövid sort volt a ruhája alatt, mint amilyen a maga a ruhája. És akkor ugye itt van az Opitz Barbie. Gondoltad volna például, hogy ez a lány jelesre ö, 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 csinálta meg például a középiskolát? Tehát, hogy, hogy, hogy a középiskolában az végig szinte színötös volt? Gondoltad volna egyébként, hogy ennek a lánynak olyan megtekintései vannak a Youtube-on, olyan dalokat csinál? Persze nem mindenki szereti, valakinek ez, 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 túl könnyű, de ettől függetlenül olyan elérései vannak a lánynak, hogy ez hihetetlen, és megint csak egy olyan hangról beszélünk, hogy tök mindegy, hogy a kis énekli, vagy bármelyik nagyáriát, az Opitz Barbinak egyébként a tehetsége nem vonható kétségbe. És ennek ellenére mégis az újságokban csöcsökről van szó. És most persze tök jogosan tehetnéd fel a kérdést, hogy mi van Zsolti? Miért beszélsz a csöcsökről? Hogy jön ez? Mit keres ez a csatornádon? És akkor most ezt így, így, így gyorsan elmondom neked. Az, hogy van csöcsöd, baznak, az nem produktum. Nekem is van. Nem is kicsi, beszéltünk már róla. Nem szép, de hát van. Tudod, mint az párizsinak a végét, mikor levágod. Hát ilyen. De, de hogy ez nem produktum. Önmagában az, hogy valakinek csöcse van és pinája van, az nem produktum. A kockás hassal tudod már olyan, hogy hát azért meg kellett dolgozni, de én még azt sem tartom azt a produktumnak, amiben mondjuk, vagy amivel mondjuk embereket mérni kéne, ami emberi értéknek számít. A belefektetett munka és a kitartás inkább, de mindegy, ez egy másik téma, nyilván a kockás lenne hassal máshogy gondolnék, de valljuk be, ez a veszély azért nem fenyeget. És hogy akkor mi is tulajdonképpen ezzel globálisan a probléma? És akkor visszavezetném én itt a dolgot, hogy emlékszünk még Zsebi babára? Zsebi baba hogy akart híressé válni? Hogy tulajdonképpen a 16 éves kislánynak a át beláttál a belső szerveibe. Be lehet látni a klitoriszanát? Tudom, a női biológiával basszus mindig gondba vagyok. Na mindegy, szóval hogy hogy, hogy tényleg, ö, és, és akkor egy picit így talán érthetőbb is, mert persze nem csak mondjuk az van, hogy XY-t követsz, és azt látod, hogy ő kiteszi, hanem már azt is mondhatod, hogy van nagy csöcsöm, ez produktum, felveszek hozzá egy kis melbimbó takarót, és akkor ennyi kell. Megírják a bulvárlapok, érted? Megírják a bulvárlapot, hogy van csöcsöd, és ezt még látszott is. és, és hogyha én nem ezeken szocializálódtam, pedig nem voltam olyan rég fiatal. Szóval, hogy, hogy azért nem voltam olyan rég tini, de akkor még az nem, nem volt, nem, volt, ekkora nagy szám, hogy vannak, léteznek nőkön csöcsök. Tehát, hogy akkor volt még talán, hogy a szilikon ízé, még akkor volt a nagy dilemma, szilikon, ne szilikon, de hogy így nem mentünk rá ennyire. És érted, 16-17 éves ö, lányok, srácok egyébként nézik a, a, a a különböző bulvár oldalakat, és direkt nem akarok megnevesíteni, mert kivétel nélkül mindegyiknél van ilyen. És teljesen joggal ér értetik azt, hogy gondolhatják azt, hogy bőven elég, ha van csöcsöm. Illetve kérdezem én, hogy mi lesz a következő? Varga Viktor csomagja? Kaszatibi segge? Berki Krisztián Ja, hogy az volt. Uh, vagy mi? Vagy, vagy beszélünk Lagzi Lajcsi melleiről is. Mert hogy, mert hogy azért lenne itt. Tehát, hogy vagy, tényleg, tehát, hogy hova, hova fogunk eljutni? És akkor persze, itt szapolhatjuk azt, hogy jaj, hát a mai fiatalság, az meg a mai fiatalság. Tehát, hogyha visszavezetünk mindent, a mai fiatalság azt látja, hogy az újságokból be tudsz úgy kerülni, hogy csöcsöd van, és, és, és nagy csöcsöd és szép csöcsöd, de ha nincs nagy csöcsöd, nincs szép csöcsöd, akkor találnak egy olyat, amin a, a segged, vagy akármi. Tehát, hogy külső jegyekkel, testiségekkel, amik alapjáraton egyébként meg vannak, be tudsz úgy kerülni, ezt az emberek kattintják, ebből egyébként egy narratíva lesz, hetente megjelenik, annyi csöcs a Facebookon, hogy az már nem igaz, és tulajdonképpen meg is van, meg is van oldva a történet. 10 cikkből 8 csöcs, ami szembe jön velem a Facebookon, és ezért furra tudod, mert hogy a keresési előzményeim alapján a Google, meg a Facebook, meg akármi így, így azért így megnéz, hát láthatja, hogy nem én vagyok a célközönség. Úgyhogy, úgyhogy nem tudom. Uh, ja, és ami talán a legfontosabb az egésznek és a videónak, hogy legyen is egy üzenete, hogy nem a melbőségettől vagy te valaki, és ezért kurva rossz üzenet az, hogyha csöcsödről írnak folyamatosan az újságok, mert hogy egyszerűen nem a mellettől, nem a farkattól, nem a kockás hasattól, nem a Beyoncé seggettől, és, és nem ezektől a külsőségektől lehetsz például, ö, 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 nem tudom, jó ember és híres ember, és. Ö, tehát, hogy neked azért szülőként remélem, hogy elmagyarázod, hogy az, hogy az, hogy te minden nap látsz öt olyan cikket, hogy kinek a csöcse, kinek a segge, kinek a bugyia, kinek a pidája, az nem azt jelenti, hogy ez az egyetlen egy út van ahhoz, hogy híres legyél, hiszen ezek az emberek, akikről ezt megírják a különböző bulvárlapok, és harcolnak azok ellen a skatuják és tárgyasítások ellen, amikben ők is amiktől ők is sokszor szenvednek. Mert ne gondolt, hogy a tolvajreni kéri, hogy írják meg a csöcsét, vagy hogy a babet kéri, hogy írják meg, hogy milyen ruha volt rajta, de hogy is, nem, sőt, szerintem ö, ö, e, e, ö, ők is, mikor meglátják, én magamból kiindulva például, hogyha nem tudom, egy olyan videómról írnak, ami társadalmi problémákat feszeget, és olyan politikai, vagy esetleg ö, ö, karitatív tevékenységről, vagy bármi ilyesmiről van szó, annak tökre örülök, de nem tudom, hogyha azt írták meg, hogy hatalmas tragédia történt, mert kifogyott a benzin az autónkból karácsonykor, ezzel nem nagyon tudok mit kezdeni, és ezeket nem mi kérjük, és tudom, amikor elkezded őket fikázni, meg elkezded őket így, így becsmérelni, akkor azért tudjál róla, hogy legtöbbször mondjuk ezek inkább ügyes újságírói hatásvadászatok, amik, amiket te látsz, és köze nincs a, a, azoknak az emberekhez alanya, alanyaként, akiről, akiről ezt mondjuk, mondjuk megírják. Úgyhogy... Összegezzünk, amit, amiről ma beszéltünk: csöcsök mindenütt. A te dolgod viszont az, hogy tudjad, hogy nem csöcsökkel tudsz eljutni egyről a kettőre, bár tudom egyébként szokták mondani, hogy akinél a pina annál a hatalom. Hát én ezt száfolom, gyerekek, de hogy ettől függetlenül nem tudom. Tehát, hogy ezeknek az embereknek, akiről a Csöcséről írnak, rendszerint rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, skillekkel, szakképesítésekkel, tehetséggel, amiről egyébként lehetne írni. Csak hát, ugye férfi testvéreink inkább ezeket kattintják, de egyébként lehet, hogy a nők is, hogy megnézzék, tudod, hogy neki milyen van, aztán utána elmondta, na a büdös kurva kitette a mellét. Na jó van, hát nincs más hátra, mint előre, végeztünk ezzel a videóval, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Írjátok le a véleményeteket, hogy szerintetek ti ezt hogy látjátok, hogy miért van ennyi csöcs jelenleg mindenütt, és hogy, és hogy mondjuk, mondjuk ez nem tudom, ez csak engem zavar. És nem azért, mert melekről van szó, higgyétek el, hogy a farkakról vagy kockás hasakról lenne szó, és tényleg, hogyha azt kezdenénk, tehát hogyha úgy, úgy, úgy azt kezdenénk így tematizálni, hogy, hogy, hogy a kockás has egyenlő a sikerrel, euh, itt vagyok az élő példa, jó, mondjuk igen, nem is vagyok olyan sikeres, mint a Berki Krisztián. <tosz> ellenben nagyon éhes vagyok. Úgyhogy megyek is és eszek, mert a Jóci a Fit megint küldött nekem egy rakat kaját, de olyanokat gyerekek, hogy ez elképesztő. Na jó van, csókorok titeket, iratkozzál fel, kövessél és szeressél, imádjál, szervusz!